A szervezők sajtótájékoztatót tartottak október 1-én, szerdán a Csíkszeredai megyeházán, ahol bemutatták az 5. Székelyföldi Napok műsorfüzetét, amely magyar és román nyelven jelent meg. Ferenc Angéla, a Hargita megyei kulturális központ vezetője, az esemény sorozat koordinátora szerint nem könnyű megjeleníteni Székelyföld egységét és sokszínűségét egy ilyen több helyszínes, sokszervezős programcsomagban, de bevonták az iskolákat, az egyházakat, önkormányzatokat, civil szervezeteket és a szakmaiságra törekedtek. Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke szerint a rendezvény a fiatalok elvándorlásának megakadályozásában is fontos szerepet játszik. Abban bízunk, hogy a fiatalok ezáltal is olyan élményeket fognak kapni, olyan élményekben vehetnek részt, látnivalókat tekinthetnek meg, olyan eseményeken, programokon vehetnek részt, amelyek az idekötésükben, az idegyökeresztetésükben fog jelentős szerepet bírni, amikor majd esetleg el kell döntse, hogy Székelyföldet elhagyja, vagy nem, egy fiatal akkor lehet olyan nem mellett fog választani. A programkínálat rendkívül sokszínű, gazdag. Lesz székelyföldi dokumentumfilmszemle, fotó- és képzőművészeti kiállítások, székelyföldi szerzők napja, könyvbemutatókon ismertetik a legfrissebb könyvtermést, jazz, komoly zene és orgona hangversenyek csendülnek fel, a gyerekeknek többek között rajzversenyt szerveznek, bábszínházi előadásokat mutatnak be. A szervezők tájházlátogatással, viseletbemutatóval és mesterségbemutatóval is készülnek. Hangsúlyos szerepet kap a gasztronómia, számos településen lesz káposztaszüret, ugyanakkor alkalom adódik a hagyományos ízek megkóstolására, a vásárokon pedig a helyi termékek beszerzésére. Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke elmondta, a Székelyföldi Napok részét képezi a székely identitást erősítő rendezvénysorozatnak. Az 5. Székelyföldi Napok is része egy nagyobb gondolatnak, ez pedig a székely identitást erősítő rendezvények sorozata. És nyilván ide tartozik a székely vágtától elkezdve a székely családok napja, ide tartozik a székely ruházati alap, amit létrehoztunk mindenki a saját megyében, Háromszék, Hargita megye egyenként. Ilyen pontból egy nagyobb gondolatkör, tehát a székelyföldi identitás erősítő rendezvények sorozatát jelenti. A Székelyföld Napok alkalmával átadják a Székelyföldi Orbán Balázs díjat is. A rendezvénysorozat programjairól tájékozódhatnak a Facebookon, valamint a részletes műsor hamarosan elérhető lesz a székelyföldnapok.ro honlapon is.